videófelvételt készítek erről a Fine Arts CD lejátszóról. Nagyon szép állapotnak örvend. A teteje is jó állapotban van, nincs lekarcolva, lenyúzva. Mutatom az elejét. A gyajtónyitás végén lelassítja a fiókot, hogy ne úgy csapja ki a CD-t. Elindítom a lejátszást. Nagyon szép állapotban van, mint láthatjuk. A kezelő felülete egy lenyíló alatt látható. Lenyíló ajtó alatt. Van egy fejhallgató kimenet, egy csomó beállítási funkció. Adok hozzá két távirányítót. Adom hozzá ezt a távirányítót. Ezzel is lehet kezelni, belepörgetek a trékbe. Picit halkítok, mert a ismert zenei anyag miatt le fogják tiltani a videót. De van rajta véletlenszerű lejátszási funkció, repeat mód, ismétlési mód, itt a véletlenszerű lejátszás. Nagyon karcos lemezeket is simán viszi a készülék, nem válogatós. Mutatom a lemez állapotát. Ezt nagyon ügyesen megcsinálták, hogy a végén picit lefékezi, hogy ne úgy csapja ki a lemezt. Szinte hihetette, hogy ezt a lemezt lejátszott, a tiszta karca lemez. Vagy fölül is lehet látni. De gyorsan, pontosan dolgozik. Pillanatok alatt beolvassa, és már mehet is a lejátszás. És láthatjuk, hogy tényleg valóban szép állapotban van. Minden nézetből az oldala egy picit poros, de nincs lekarcolva sehol. A hátulja. Poros csak. Köszönöm, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem. Ebben nem fogsz csalódni, ez biztos. Két távirányítóval adom, mint mutattam. Nagyon kényelmes, gyors a kezelése is. További szép napot kívánok. És kérlek, tekints meg róla készült nagyfelbontású képeimet is.